Április 5-e és 14-e között zajlik a lomtalanítás Kispesten. A BKM Nonprofit ZRT keretein belül önállóan működő FKF hulladékazdálkodási Divízió munkatársai a törvényi szabályozásnak megfelelően évente egyszer szállítják el az ingatlanoktól külön díjazás nélkül a budapesti háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékot. A kerületet a társaság körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az akadályt és a piszkot a közterületeken. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek helyezhetők ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékfélességek kihelyezése, mint a háztartási hulladék, a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, az elektromos és elektromos elektronikai hulladék, az építési és bontási törmelék, vagy a textil, ipari, szolgáltatási tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos, veszélyes hulladék kihelyezése. Minden további információ az fkf.hu oldalon található.